Képzeletbeli támadás éri a felderítők egyik konvoját a Bakonyban. A feltételezett támadók megállásra kényszerítik a 24. Bornemissza Gergely felderítő ezred katonáit, majd támadást is intéznek ellenük. Ennek során néhányan megsérülnek. Miután a felderítők leküzdik az ellenséget, azonnal megkezdődik a szakszerű harctéri sebesült ellátás. Javában zajlik a Rejtett Portja 2019 elnevezésű komplex felderítő szakharcászati gyakorlat a Bakonyban. A mélység és a csapatfelderítő század az ellenség mélységében, illetve a peremvonalon egy fiktív szenárió alapján hajtja végre a feladatait. Legfőbb tevékenységük figyelés-fülelés, rejtett figyelők alkalmazásával a szemben álló fél az ellenség tevékenységéről információgyűjtés. A harctéri sebesült ellátási feladatokkal kapcsolatban a katonák korábban kéthetes, speciális képzésen vettek részt, amely során a Debreceni Egyetem orvostudományi karának munkatársai nyújtottak számukra segítséget.